56 előtt tisztelegtek, idén rendhagyó módon, ünnepség nélkül csak koszorúzással emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Készüljünk a térre. Abroncsok, ablaktörlők, akkumulátor, fék, hűtő, víz. Csak néhány dolog, amit érdemes átvizsgálni az autókon még a nagy hideg beköszönte előtt. Fennmaradhat a megnövelt limit, hosszú távon is 15 000 forint lehet a PIN kód nélküli bankkártyás fizetés összeghatára. A magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban Magyarországon. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! Egy kicsi, de elszánt nemzet mondott nemet az elnyomásra, a diktatúrára, és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. Idén rendhagyó módon, ünnepség nélkül csak koszorúzással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. Elhelyezik az emlékezés koszorúit Csengerben. A Kölcsei Televízió 35 perc című műsorának külön kiadásában pedig történészek beszélgettek az eseményekről és előzményeiről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárdán a Vulkán öntöde gyártelepén kezdődtek meg az első megmozdulások. A dolgozók ledöntötték a megyében az első vörös csillagot október 24-én, majd másnap Máté Szalka, Csenger és Vásáros Namény is csatlakozott a tömeg megmozdulásokhoz. Október 26-a volt a nyíregyházi forradalom eseményeinek kezdő időpontja. Ez egy pénteki fizetésnap volt, ilyenkor rengeteg ember érkezett vidékről a belvárosba, hogy felvegye a bérét. Először a megyei pártbizottság a mai Józsa András Múzeum épületéről, majd a Kossuth-ma Korona szálló tetejéről is leszették a csillagot. A tömeghez miskolci bányászok és diákok is csatlakoztak, a mai hősök terén álló irodaház előtt gyűltek össze. Ennek az épületnek a tetején volt egy hatalmas méretű vörös csillag, ami a rendszernek a szimbóluma volt, és a miskolci bányászok és diákok arra buzdították a nyíregyháziakat, hogy menjenek fel, verjék le az elnyomás jelképét, és Budai András segélymunkás vezetésével néhányan felmennek az épület tetejére, leszerelik a vörös csillagot és lehajtják az épület elé. Ezzel veszi kezdetét tulajdonképpen az 56-os forradalmi esemény Nyíregyházán. A csillag helyén egy nemzeti színű zászlót is kitűztek, Tomaszowski András vezetésével, és ekkor érkezik meg Sóstól felől a villamos, amelynek útját állja a tömeg, és ennek a villamoskocsinak a tetejéről a Világproletária Egyesületek feliratú deszkatáblát le is szerelik, majd ennek a villamosnak a tetejére egy Barát Istvánné nevű háztartásbeli fog felállni, és ő fogja elszavalni a nemzeti dalt. Tulajdonképpen ilyen módon kezdődtek el a forradalmi események Nyíregyháza, és itt a tömegben már megjelenik Szilágyi László is, a nyíregyházi forradalmi események másik nagy vezetője. Nyíregyházának egy hét jutott az 56-os reményből. 28-ra Nyíregyházán győz a forradalom, de akkor már tudjuk azt, hogy már elkezdődik a szovjet beavatkozás előkészítése, hiszen Záhonyban október 26-a óta már a szovjet csapatok építik a pontonhidat, hogy a hadsereg be tudjon majd vonulni Magyarországra, és október 31-én úgy dönt a Szovjetunió kommunista pártja, hogy végülis a Varsói szerződés vezetőjét Konyev marsalt arra utasítja, hogy a szovjet csapatok vonuljanak be Magyarországra és törjék le a forradalmat. November 1-én Kádár Jánosnak megalakul a kormánya. 31-én Moszkvába hívják, ugye hajnalban elviszik Moszkvába, november 1-én, 2-án őt meggyőzik arról, hogy ő lesz az új hatalmi erő, megalakul a kormány, és ugye november 2-án Záhonyban már megjelennek a szovjet katonák, november 4-én pedig már a parlamentnél vannak a szovjet tankok, és ez a másik ikonikus dátumunk, ugye október 23-a mellett, november 4-e, amely nemzeti gyásznapként is az 56-os forradalom végét jelenteni. Ezután azonban még hónapokig volt ellenállás Magyarországon, de a forradalom elbukott. Nyíregyházán Szilágyi Lászlót, Tomaszowski Andrást halálra ítélték, 205-en börtönbüntetést kaptak, 107 embert közbiztonsági őrizetbe, 72-t rendőri felügyeletre, 344 főt bűnügyi nyilvántartásba vettek. Több száz embert rúgtak ki a munkahelyéről, vagy helyeztek alacsonyabb beosztásba. Abroncsok, ablaktörlők, akkumulátor, fék, hűtővíz, csak néhány dolog, amit érdemes átvizsgálni az autókon még a nagy hideg beköszönte előtt. Ha a hűtőfolyadék túl öreg, az idővel savassá váló folyadék például korrodálhatja a hűtőrendszert. A téli felkészítés nem csak az aktuális szezonban való közlekedést teszi biztonságosabbá, hanem az autó élettartamát is növeli.
Múlt héten leesett az első hó a hegyekben, ez pedig azt jelenti, hogy közeleg a tél, egyre hidegebb az idő, hajnalban már mínuszokat is mérhetünk. Ahhoz, hogy ilyen időjárási körülmények között is biztonságosan közlekedjünk, érdemes néhány dolgot átnézni a gépjárműveken. A legfontosabb az abroncsok minősége. Ha a hőmérséklet tartósan 6 Celsius fok alá csökken, érdemes felszerelni a téli gumikat, amelyek akkor biztonságosak, ha a bordázatuk legalább 4 mm mélységű. A guminyomást érdemes két hetente ellenőrizni, és ha szükséges, beállítani az ajánlott értékre. Ezzel nem csak a megfelelő tapadást biztosítjuk, de a kátyuk ellen is jobban védve leszünk. A téli felkészítéshez hozzátartozik a gépjárműben található folyadékok fagytűrő képességének ellenőrzése. Gondolok itt a téli szélvédő mosó folyadékra, mely ha nem megfelelő, akkor nagyon kellemetlen élményeket okozhat, ha nem tudjuk az ablakot kellően letakarítani, valamint a fagyálló hűtő folyadéknak a fagytűrő képességének ellenőrzésére, melyet akár minden benzinkúton az ott tartózkodó személyzet segítségével könnyűszerrel elvégezhetünk, hogy ne okozzon nekünk ez kellemetlen meglepetést. A folyadékszinteket mi magunk is megvizsgálhatjuk otthon, de a fagytűrő képesség ellenőrzéséhez refraktométerre lesz szükség. Érdemes felkeresni egy benzinkutat, ahol ezt ingyenesen elvégzik. Ez a refraktométer tulajdonképpen egy ilyen optikai műszer, amit vizuálisan meg tudjuk ezzel állapítani, hogy a gépjárműben található folyadékok milyen intervallumig bírják tulajdonképpen a hideget. Ez egy optikai elven működik, rácseppentünk egy kis üveglapra egy kis fagyállót, fény felé fordítjuk, és így könnyűszerrel meg tudjuk vizsgálni, hogy az mínusz hány fokig tűri a hideget. Az ősz beköszöntével egyre korábban sötétedik, ezért érdemes időben ellenőriztetni a fényszórókat is. A beopálosodott, megfakult fényszórók nem csak a látást, a láthatóságot is nagy mértékben csökkentik. Bár környezetvédelmi szempontból nem előnyös, a hideg időben indulás előtt érdemes egy percig járatni a motort. A rövid ideig tartó melegítés csökkenti a motorban a kopást, és a langyosabb hűtővízzel könnyebben páramentesíthető a szélvédő is. Hosszú távon is fennmaradhat a PIN kód nélküli bankkártyás vásárlás 15 ezer forintos összeghatára. Bár a megnövelt limit nagyobb mértékű visszaéléseknek adhat teret, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ez nem volt tapasztalható az elmúlt fél évben. Az összeghatár megállapításához a bankoknak kell közös álláspontra jutniuk. Idén áprilisban a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében emelték a korábbi 5000 forintról 15 ezer forintra az érintéses bankkártyák PIN kód nélküli vásárlási limitjét. A változást akkor jogszabályban is rögzítették, ez azonban csak 2020. december 31-ig marad érvényben. Az elmúlt hetekben elkezdődtek a tárgyalások a lehetséges változtatásról, a jegybank álláspontja szerint azonban a jelenlegi összeghatár hosszú távon fennmaradhat. Gyakorlatilag ezzel a fizetési tranzakciók közel 90%-át úgy ki lehet fizetni, hogy nem kell hozzáérni a PIN-padhoz, tehát a terminálhoz, és ez mindenképpen a járványhelyzete tekintettel egy nagyon előnyös tulajdonság. Egyetlen egy olyan kérdés, valamit meg kell vizsgálni, és ez is az egyetlen kockázat ezzel kapcsolatban, az pedig az, hogy növekszik ettől a visszaéléseknek a lehetősége. Az eddigi adatokat néztük, ez alapján mi úgy látjuk, hogy nincs ilyen probléma, tehát mi nem látjuk annak akadályát, hogy fennmaradjon a 15 ezres PIN kódmentes vásárlás. Ez úgy érhető el, hogy a Magyarországon működő bankkártya kibocsátók, a forgalmazó bankok és a Magyar Nemzeti Bank között közös álláspont alakuljon ki, és így egységes szabályzat jöjjön létre jövő évtől kezdődően. Ahogy azt az MNB ügyvezetője is mondta, a visszaélések száma a tavasztól tartó időszakban nem növekedett jelentős mértékben. Ez azonban a bankkártya elvesztése esetén folyamatos veszélyforrás lehet, érdemes ezért felkészülni ilyen eshetőségekre. Először is, hogyha az ügyfél szeretné, akkor tud a kártyahasználati limitekkel játszani, akár úgy is, hogy ha van mobil applikációja, akkor a vásárlás előtt felengedi szokványos limitre, amit el fog vásárolni, vagy utána visszarakja nullára. Ezt több banknál meg lehet csinálni, teljesen ingyenes, és azonnal életbe lép. Illetve vannak olyan bankok is, amelyek ezt egy gombnyomással meg tudják tenni. Ez nem limitállítás, hanem a kártyának a aktiválása meg deaktiválása, de ez is egy ingyenes szolgáltatás. Tehát gyakorlatilag egy kicsit kényelmetlenebb, mert a vásárlás előtt fel kell engedni ezt a limitet, vagy ezt a kapcsolót be kell kapcsolni, a vásárlás után meg ki, de 100%-ban védi a ügyfélnek a pénzét. Tehát, hogyha elveszíti a kártyát, vagy ellopják, akkor nem lehet használni enélkül.
Biztonságosabb megoldás lehet emellett a mobil fizetésre való átállás. Erre szintén a jelenlegi jogszabályban érvényesített limitek vonatkoznak, ugyanakkor minden fizetés alkalmával azonosítani kell valamilyen formában magát a vásárlónak. A visszaélések másik halmazát az internetes vásárlások során előforduló adathalász kísérletek adják. Ennek kivédésére azt javasolják a szakértők, hogy mindenki csak olyan internetes webáruházban vásároljon, amit ő maga keres fel a böngészőben, az e-mailben vagy SMS-ben érkező ajánlatokat ugyanis gyakran csalók generálják. A hétvégén ismét átállítjuk az óráinkat. A téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja. Hajnali 3-kor, 1 órával korábbra, 2 órára kell visszaállítani az órákat, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy most vasárnap 1 órával többet alhatunk, viszont korábban sötétedik majd esténként. Lehet, hogy vasárnap elérkezünk az utolsó óraátállításhoz, mivel az Európai Parlament a tavaszi és őszi időszámítás eltörlését szorgalmazza. A jelenlegi helyzet azonban még normál menetrendben zajlik, ami azt jelenti, visszakapjuk a tavasszal elvesztett 1 órát, amelyet így mindenki pihenéssel tölthet hajnali 2 és 3 óra között. Az óraátállítás sokakat megvisel, de bizonyos káros hatásait ki lehet küszöbölni, ha időben elkezdjük magunkat hozzászoktatni az új időszámításhoz. Az óra átállítás tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint egy jetlag, ugye, amikor több időzónán át repülünk, és ahova megérkezünk, ott ugye más egy kicsit az időszámítás. Persze nem olyan nagyon nagy mértékben, de gyakorlatilag a hatása ugyanez a testünkre, tehát kellhet akár 1-2 hét arra, hogy mondjuk átálljon az ember, és hát az időseket, meg a kisgyerekeket, kisbabákat azért van, hogy jobban meg is viseli ez az átállás. Minden emberi szervezet működését a saját belső órája határozza meg. Ettől függ a napi ritmus, ez szabályozza a biológiai funkciókat, amelyek számos változást mutatnak. De mi történik, ha megszűnik az összhang a belső és külső óra között? Erre a kérdésre Kalmás Szandra alvásszakértő válaszol. 1 óra különbség, ugye mondjuk a reggeli ébredésnél az már egy jelentős különbség, tehát ezért van az, hogy ha mondjuk ilyen negyed órákra beosztjuk, és minden nap negyed órával korábban kelünk, akkor az egy kicsit, hogy mondjam, egy gyengédebb átállás, mint az, hogy hirtelen ugye vasárnap ugye nem is kell, esetleg valaki nem megy dolgozni, vagy nincs iskola, tehát nem kell időben kelni, megaludhatja az ember azt az 1 plusz órát, viszont hétfőn már ugye az egy kicsit sokszerű, hogy akkor ott viszont már tényleg 1 órával korábban kell ébredni. Mivel a belső biológiai óránk a napjárásához igazodik, az óraátállítást követően megszűnik az emberek belső és külső órájának összhangja. Felborul a bioritmus, ennek köszönhetően pedig az alvás és az ébrenlét ritmusa is. Ez leginkább a melatonin nevű hormon miatt van, amely az alvási ciklust irányítja. A gyerekek átállása még nehezebb, ezért érdemes az átállást követő reggelt a szabadban kezdeni, mert a természetes fény nagyban segíti az átállást. A látássérültek felé is nagyobb figyelem irányul októberben a látás hónapjában. Az őket képviselő szervezetek szerint fontos a minél szélesebb körű akadálymentesítés az érintettek életének megkönnyítése érdekében. A megyében is rendszeresen tartanak ilyen célt szolgáló eseményeket. Sokszor használunk helytelen szavakat, kifejezéseket a látássérültek megszólítására. Ilyen rossz példa a látáskorlátozottan világtalan, vagy éppen a fogyatékkal élő, a fogyatékossággal élő helyett. A világtalan szó használata egyenesen sértő az érintettek számára. Abban, hogy a többségi társadalom ne essen ilyen hibába, a médiának és sajtónak is nagy szerepe van. Minél több teret biztosítanak nekünk mindenféle platformokon, segítenek abban, hogy elmondhassuk, hogy milyen helyes kifejezéseket használjanak ránk látássérültekre, és hogy a sajtó milyen írások vagy tudósítások útján tájékoztat, hogy a sajtó használjon megfelelő kifejezéseket, hogy mindenféle szempontból teret adjon arra, hogy egy fogyatékossággal élő csoportot támogató, segítő civil szervezet bemutatkozhasson. Az egyesület vezetője szerint jó az együttműködésük a médiával, de lenne még mi javítani. Nemes Nagy Tünde az infokommunikációs akadálymentesítés fontosságára is felhívta a figyelmet 35 perc című műsorunkban, annak érdekében, hogy a látássérültek az online térben is tudjanak tájékozódni.
Az általuk használt szövegfelolvasó applikációk ugyanis például nem tudják felismerni a gyakran túlanimált szövegeket. A közösségi oldalakon megjelenő programajánlók vagy közérdekű információkat sokszor a megosztó színes plakátokon, figyelemfelhívó plakátokon teszi közzé, ami nagyon szép, és tényleg biztos, hogy többen megnézik, hogyha mondjuk ez egy szép kékszínű felületen van elhelyezve, figurákkal és egyéb dekorációkkal, de a szövegfelolvasó sajnos ezzel sem tud mit kezdeni, és ekkor szoktuk azt mondani, hogy maradhat az a szép, gyönyörű plakát, csak fölé kellene írni a legfontosabb információkat. Micsoda, hol, mikor, hány órától, ki fog előadni. Tehát, hogy az egyenlőségű hozzáférés nekünk látássérülteknek is így teret biztosít. Október egyébként a látás hónapja, október 15-én pedig a Fehér Bot világnapja volt. Más alkalmak is vannak ugyanakkor, amikor nagyobb figyelem fordul a látássérültek felé. Ilyen a vakvezető kutyák és a fogyatékos emberek világnapja. Az Egyesület is sok szemléletformáló tréninget, foglalkozást tart a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Elnökük elmondása szerint ezeknek is köszönhető, hogy elfogadóbbá és nyitottabbá vált a társadalom a látássérültekkel és más fogyatékossággal élőkkel szemben. A fővárosban lép pályára szombaton a kisvárdai futballcsapat, Subka Attila 7. helyen álló együttese, az NB1 8. fordulójában a 9. helyezett MTK Budapesthez látogat. A forduló további párosítása a következő: Paks Budapest Honvéd, Ferencváros Újpest, Zalaegerszeg Budafok, Mezőkövesd MOL Fehérvár FC és DVTK Puskás Akadémia. Keleti rangadót játszanak a labdarúgó MB2 13. fordulójában. A tabella 5. helyén álló Nyíregyháza Spartakusz a listavezető Debrecent fogadja. A mérkőzés vasárnap 19 óra 30 perckor kezdődik a Városi Stadionban. 6 év szünet után játszik ismét bajnoki meccset Nyíregyházán a DVSC. 2014-ben az NB1 nyitófordulójában 1-1-re végzett a két csapat. A másodosztályban 7-szer, összességében pedig 27. alkalommal találkozik egymással a Spari és a Loki. Az NB1-ből történt kiesés követően az azonnali feljutás megcélzó Debrecen a legutóbbi fordulóban 3-0-ra verte a Dorogot, és 27 ponttal vezeti a másodosztály tabelláját. A Nyíregyháza 2-0-ás vezetésről idegenben 3-2-re kikapott a Budaörstől, így jelenleg 19 ponttal az 5. helyen áll Gálhíri György együttese. A vezetőedző szerint a Debrecen az esélyesebb, de mindent megtesznek azért, hogy Nyíregyházán tartsák a 3 pontot. Én azt gondolom, hogy a Debrecen nyitott könyv mindenki számára. Évek óta ugyanazt a játékrendszert használják vagy játsszák minőségi játékosokkal, de nem egy csapatra való játékos, hanem két csapatra való jó játékosuk van, NB1-es játékosuk van. Az eddigi eredmények is azt bizonyítják, hogy botlottak, de azért tulajdonképpen ezt a kiegyensúlyozott, nagyon kemény NB2-t is magabiztosan vezetik. Tehát az előjelek nem túl jók, de a futballban minden előfordulhat. Igyekszünk azon lenni, viszont a svedjük, igyekszünk azon lenni, hogy a jobbik arcunkat, illetve azt, amit most egy fél időn keresztül produkáltunk, azt igyekszünk kitolni 90 percen keresztül bemutatni. Szeretnénk meglepetést okozni, mert azért a papírforra mellettük szól, de mondom, a futballban minden elképzelhető. A Debrecen vezetőedzője Kondás Elemér abban bízik, hogy Nyíregyházán folytatni tudják jó sorozatukat. Ebben a mai vírushelyzetes világban és sose tudja az ember, hogy esetleg mit hoz a holnap. De azt mondom, hogy a csapat sikerrel vette a hazai mérkőzést a Dorog ellenit, úgyhogy az ellenfélnek helyzetelen volt. Nyilván ez biztató. Az biztató, hogy azért kidolgoztunk jó néhány helyzetet. Még viszonylag jól is használtuk ki őket, bár lehetett volna még egy kicsit jobban is, de ne legyünk tehetetlenek. Úgyhogy várjuk a következő mérkőzést, ami egy rangadó, és a rangadó azok mindig tartogat pikantériát. Nyilván úgy készülünk erre a találkozóra, hogy egy jó meccset szeretnénk játszani, meg szeretnénk nyerni ezt a találkozót, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mit tudunk megvalósítani. A Nyíregyháza Spartakus Debrecen mérkőzés vasárnap 19 óra 30-kor kezdődik a Városi Stadionban. A 13. forduló további párosítása a következő: Soroksár Szolnok, Doroksiófok, Deac Csákvár, Pécs Gyirmót, Kaposvár Szeged, Ajka Vasas, Békés Csaba Szentlőrinc, Kazincbarcika Szombathely és Győr Budaörs.
A mérkőzés miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani vasárnap 15 óra 30 perc és 22 óra között Nyíregyházán a Debreceni úton, a Sóstói út és a stadion közkereszteződésénél 5 óra 30-tól 21 óra 30 percig nem lehet a Nyíregyházi Egyetem irányába kanyarodni a Sóstói útról. A Stadion utcáról nem lehet a Városi Stadion irányába közlekedni, valamint a Stadion utca Városi Stadion előtti szakasza le lesz zárva. Továbbá forgalomkorlátozásra és elterelésre lehet számítani a Városi Stadion környezetében lévő utakon is. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. A magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban Magyarországon. Egy kicsi, de elszánt nemzet mondott nemet az elnyomásra, a diktatúrára, és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával, a Szovjetunióval. Idén rendhagyó módon ünnepség nélkül csak koszorúzással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. Abroncsok, ablaktörlők, akkumulátorfék, hűtővíz. Csak néhány dolog, amit érdemes átvizsgálni az autókon, még a nagy hideg beköszönt előtt. Ha a hűtő folyadék túl öreg, az időben savassá váló folyadék például korrodálhatja a hűtőrendszert. A téli felkészítés nem csak az aktuális szezonban való közlekedést teszi biztonságossá, hanem az autó élettartamát is növeli. Hosszú távon is fennmaradhat a PIN kód nélküli bankkártyás vásárlás 15 000 forintos összeghatára. Bár a megnövelt limit nagyobb értékű visszaéléseknek adhat teret, a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint ez nem volt tapasztalható az elmúlt fél évben. Az összeghatár megállapításához a bankoknak kell közös álláspontra jutniuk. Október 23-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel hétfőn este várjuk legközelebb Önöket. Hétvégén heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra a hétközben elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!